Vasárnap zajlott az európai parlamenti képviselők magyarországi választása. Pápán 24.258 választópolgár járulhatott az urnákhoz, hogy a szavazólapon szereplő valamely párt vagy pártszövetség listájára voksoljon. Televíziónk többek között a helyi önkormányzatban képviselettel rendelkező pártok vezetőit kísérte el a szavazásra, és ott voltunk az urnabontásnál is. Vasárnap 6 órakor nyitottak ki a szavazóhelyiségek. Városunkban 31 helyszínen várták a választópolgárokat, hogy véleményt nyilvánítsanak arról, melyik párt képviselőit szeretnék látni az Európai Parlamentben. Áldozó Tamás polgármester, a Fidesz helyi elnöke kora délelőtt kereste fel a vajdai óvodában lévő szavazóhelyiséget. Milyen gondolatokkal dobta be a szavazó céduláját az urnába? Hát úgy helyesen tettem, hogy eljöttem szavazni, és jól is szavaztam. Remélem minél többen megteszik. A pápai részvételi adatok 9 órakor 9,2%-ot mutattak. Ez több mint másfélszeres az 5 évvel ezelőtti adatnak. És hogyha összevetjük azzal, hogy a Csehországban és Szlovákiában lezáródott szavazások részvételi adata az a 20%-ot éppen, hogy csak meghaladta, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar polgárok azok fontosnak érzik azt, hogy részt vegyenek ezen a választáson, és remélem, hogy ez az aratestére még sokat fog változni, és lényegesen meg fogja haladni a más közép-európai országok adatait. A polgármester az új Európai Parlamenttől azt várja, hogy visszatér az alapító atyák értékrendjéhez. Én talán arra számítok, hogy elindul egyfajta átrendeződés Európában, egy olyan fajta átrendeződés, amelyik a mai világ liberális megközelítéséből sokkal inkább az alapító atyák keresztény konzervatív értelmezésével fog majd átvezetni, és ezek a levegőbe lógó európai értékek, amiket soha nem fogalmaznak meg, csak számon kérnek rajtunk. Szóval ezek az európai értékek, ezek azok a tradíciók lesznek ismét, amik ezt az Európai Uniót létrehozták, és amik Európát egyben tartották, és megkülönböztették más kontinensektől évszázadokon keresztül. Az MSZP két politikusa, Kovács József helyi elnök és Gröber Attila önkormányzati képviselő az Acsádi iskolában szavazott. Nagy várakozással néztek a referendum eredménye elé. Én mindenképpen azt szeretném, hogy mi, az MSZP, Párbeszéd Magyarország listája minél jobban szerepeljen. Ezért a feladatért tettünk meg mindent helyben, és országosan is úgy érzem, egy nagyon komoly és tisztességes kampányt hajtottuk végre. Érezzük és tudjuk úgymond a magyar szavazásnak a lényegét is, nem mindegy számunkra se, hogy ez a úgymond egyetlen közös szövetség hogy fog szerepelni, hogy fog alakulni ilyen részről a magyar 21 mandátum sorsa, de én is úgy érzem, hogy ezen túlmutat az a fajta eredmény, ami hát Európában mi fog születni a 28 tagországban, hogy fog eldőlni az a 751 mandátum, ami alapvetően egy olyan végeredményt hozhat ki, hogy két eredmény lehet, vagy marad az Európai Néppárt által vezetett többség, vagy, ahogy az exit poll jelentések alapján elképzelhető, hogy Európában egy úgymond baloldali áttörésnek köszönhetően az európai szocialisták, a zöldekkel és a hozzájuk kapcsolódó pártokkal egy úgymond baloldali fordulatot tudnak létrehozni. Én személy szerint azt szeretném, hogy ebben a ciklusban az Európai Parlament csúcs úgymond politikusa Franz Timmermans legyen. A párthelyi elnöke az MSZP párbeszéd jó szereplésében bízott. A felmérések alapján a jobboldali szavazók kétharmada is elfogadhatónak tartotta ezt az úgymond szociális Európa és programot, amit mindvégig a kampányban el akartunk juttatni a pápai választókhoz is, hogy mindenkinek között Magyarország is jól járjon a jövőben is, ezzel az Európai Uniós úgymond szövetséggel, természetesen. Gröber Attila úgy fogalmazott, nagy meglepetések várhatók Európában az EP választáson. Az Európai Parlament nagyon-nagyon tagolt erőviszonyai mellett is két politikai közösség rajzolódik ki. Az egyik oldalon nevezzük őket Európa pártiaknak, egyik mondatom sem minősítés, egyszerűen én használom. Az Európa pártiak azok a szorosabb integrációban gondolkodnak. Az EPP, tehát a néppárt, a szocialisták, a liberálisok, a zöldek
sorolhatók ide, és vannak a populisták és Európa szkeptikusok. Lesznek meglepetések, nagyon nagy meglepetések lesznek szerintem néhány országban. Tagoltabb lesz az Európai Parlament, mint eddig volt, de azt gondolom, hogy az Európa integráció szorosabbra fűzését óhajtó politikai közösség az bőven megőrzi a fölényét. A párt korábbi helyi elnöke a magyarországi választás egy másik vetületére is felhívta a figyelmet. A magyar ellenzéknek azt gondolom, hogy el kell döntenie, hogy a lepattanókért óhajta indulni a következő 10-20 nem tudom hány évben, hiszen azt szerintem mindenki látja, hogy ma kinyeri a választást. Az ellenzéki pártok pedig vagy eldöntik, hogy pontosan eldöntik, hogy vagy így folyik-e tovább, vagy pedig elgondolkodnak azon lengyel példa Európa parlamenti választásokon, hogy összefognak, és megpróbálnak ellenpólus képezni, hogy valódi politikai verseny legyen. És most nem arról van csak szó, hogy egyébként kinyeri a választás, hanem arról is, hogy minden politikai közösségnek, minden országnak jót tesz az, hogyha van valódi politikai verseny, ha van valódi vita, valódi kihívás. Ehhez pedig egyelőre az kell, hogy az egyik oldalon az egy a tábor, egy a zászló közösségével szemben, még hogyha ez kicsit olajfának is tűnik, de mégiscsak egy politikai vitára erőmegmérése alkalmas politikai közösség vagy szövetség jöjjön létre. Enélkül egyébként a demokrácia, ahonnan én nézem, ahogy én gondolom, nem működik elég hatékonyan. Ez meg a jövőre vonatkozó kérdés nyilván. Gröber Attila saját szavazásával kapcsolatban is megosztotta velünk érzéseit. Nekem kicsit furcsa ez a mai nap, mert 2001 óta ez az első olyan kampány itt Pápán, amit az MSZP részéről nem személyesen én irányítok. Úgyhogy amikor jöttem az autóval, akkor éreztem igazából először ennek a furcsaságát. Úgyhogy érdekel, várom az eredményeket, a pápaiakat is. A Jobbik helyi elnöke, Süle Zsolt önkormányzati képviselő a Napsugár bölcsődében adta le szavazatát. Ő pártja tisztes helytállását remélte eredményként. Minél többen eljönnek, annál nagyobb a felhatalmazása arra, hogy azok az emberek, akik kiülnek az Európai Parlamentbe, azok a magyar embereket képviseljék. Tehát azt szeretném, hogy minél nagyobb legyen egyrészt a részvétel, másrészt természetesen azt szeretném, hogy az ellenzék, illetve hát a pártom a Jobbik minél jobban szerepeljen. Az ellenzék szempontjából azt látni kell, hogy nincsenek azonos erőforrásaink a kormánypártokkal, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy még nem tudjuk velük felvenni a versenyt, egy tisztességes eredménybe gondolkodom én. A Jobbiknak milyen elvárásai vannak, vagy mi az, amit szeretnének az újonnan felálló Európai Parlamenttől? Hát egyrészt azt szeretnénk, hogyha Magyarország továbbra is ugyanannyi támogatásokat kapna az Európai Uniós forrásokból, mint eddig. Ez egy nagyon fontos szempont lenne. Illetve azt szeretnénk elérni, hogy az Európai Unió nagy része és sok ország között és hazánk között nem érgesedjen el a viszony, megmaradjon a jó szomszédi viszony egyes országokkal, illetve hát a nagyobb országokkal, a nagyobb hatalmakkal, európai nagyhatalmakkal is jó viszonyt tápoljunk továbbra is. A térség országgyűlési képviselője dr. Kovács Zoltán szintén a Napsugár bölcsődében adta le szavazatát. Arra a kérdésre, hogy milyen gondolatokkal dobta be a szavazólapot, így válaszolt. Hát nyilván azzal, hogy a Fidesz-KDNP az megnyeri az európai parlamenti választásokat itt Magyarországon, és azt gondolom, hogy jelentős eredményt fogunk elérni. Ez este 23 órára ki fog derülni. Mint mondta, azt reméli, hogy egy új összetételű Európai Parlament alakul a választás eredményeként. Egy sokkal inkább konstruktívabb, a bevándorlás megállító, azt megfelelő módon kezelő Európai Parlament jön létre, hiszen már főleg a közép-kelet-európai országokban elsődlegesen a bevándorlás kérdése, de Nyugat-Európában is a társadalmat több mint 50%-ban a bevándorlás kérdése, mint legnagyobb probléma foglalkoztatja. Ezekre kell az Európai Parlamentnek választ adni, és azt gondolom, hogy még egy struktúraváltásnak kell lennie, hogy ne a farka csóválja a kutyát, tehát ne az Európai Bizottság meg a brüsszeli bürokraták mondják meg, hogy mit kell csinálni, hanem a nép által oda küldött képviselők vezényeljék le ezeket a folyamatokat. Eddig nem ez történt. Az országgyűlési képviselő meglátása szerint Európa és Magyarország jövője sok embert érdekel.
az embereket érdekli is ez a kérdés, hiszen a családjaink jövőjéről, gyerekeink jövőjéről van szó, és hát arról a világról, amiben itt élünk Magyarországon, hogy ez ugyanolyan maradjon, mint eddig volt. Tehát ne változzék meg akár az etnikai összetételét, illetően Érdemben, akár a keresztény kultúrát illetően. Valamennyi politikus a korábbi EP választásoknál magasabb részvételi arányban bízott, mind országos, mind pápai viszonylatban, s ennek valószínűségét a 2 óránként nyilvánosságra hozott részvételi adatok már 11 órakor előrevetítették. Dr. Nagy Krisztina jegyző, a helyi választási iroda vezetője adott tájékoztatást televíziónknak a délelőtti részvételi számokról. Arról tudok tájékoztatást adni, hogy Pápán a 31 szavazókörben, illetve a Veszprém megyei 4-es számú OLVK területén is rendkívüli események nélkül és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően zajlik a mai választás. 11 órás részvételi adatokat tudok mondani, mert a szavazókörökből a jegyzőkönyvvezetők ide nekünk a választási irodába 2 óránként jelentik a választáson megjelent szavazópolgárok számát. A 11 órás részvételi adatok szerint Pápán a 24.258 fő választásra jogosult állampolgárból 4.659 fő adta le a szavazatát, ez a választópolgároknak a 19.21%-a. Országosan a 11 órás részvételi adatok szerint a választópolgárok 17.16%-a adta le a szavazatát, 2014-ben ugyanebben az időpontban ez az adat 11.53%-a volt a választópolgároknak. A 19 órás urnazárásig még nagyon sokan éltek szavazati jogukkal Pápán is. Köztük volt Nagy Anna, aki első szavazóként vett részt az európai parlamenti választáson. A fiatal lány édesanyjával érkezett a fái oviban lévő szavazóhelyiségbe. Anna, miért jöttél el az Európa parlamenti választásokra? Azért, mert fontosnak tartom fiatalként is, hogy eljöjjek választani, mivel egy olyan Európában szeretnék élni, amiben én is beleszólok a történésekbe, illetve az a véleményem, hogy állampolgári kötelességem szavazni. Első szavazó vagy, milyen érzésekkel dobtad be a lapodat? Igazából elég semleges érzés, jó volt bemenni, hogy mindenki örült nekem, de egyébként izgatott is vagyok egy kicsit a végeredmény miatt. Részt fogsz venni akár hazánkat, akár Európa sorsát befolyásoló választásokon? Igen, természetesen. El fogok jönni szavazni. A Napsugár bölcsődében adta le szavazatát Pintér Ferencné. Az asszony férjével és felnőtt fiával együtt érkezett. Mint mondta, határozott véleménnyel jöttek, tudták, melyik pártra akarnak voksolni. Nagyon érdekel engem Európa és az ország jövője, és a gyermekeim, unokáim jövője, és úgy gondolom, hogy gyakorlom a kötelességemet, és van véleményem róla, és szeretném, hogyha nyugalomban, békességben élnénk. Nem szeretnénk idegen embereket, akik nem a mi európai kultúránkat élik, és azért szeretnék nyugalomban, békességben élni. A szavazóhelyiségek 19 órakor mindenütt bezártak, a szavazatszámláló bizottságok pedig megkezdték a szavazólapok számlálását, kitöltötték a jegyzőkönyveket, majd a dokumentumokat a helyi választási irodába szállították. Az első csomagok már 20 óra előtt befutottak, a helyi választási iroda dolgozói pedig jogilag, formailag és számszakilag is ellenőrizték a dokumentumokat. A pápai polgármesteri hivatalban lévő helyi választási irodába nem csak a 31 pápai, hanem a választókerület összes szavazókörének adatait kellett feldolgozni. Az eredmények 23 óra után válhattak nyilvánossá hivatalosan. Ezekről a helyi választási iroda vezetőjétől kaptunk információt. Pápaváros valamennyi 31 szavazók körében 19 órakor bezártak a szavazóhelyiségek, a szavazás befejeződött. A névjegyzékben lévő mindösszesen 24.258 választópolgárból 11.332 fő ment elvoksolni. Ez a polgárok mindegy 47%-át jelenti a városunkban. Érvényesen 11.276 fő szavazott, a szavazatok megoszlása pedig a szavazatok mindegy 57%-át kapta a Fidesz-KDNP közös listája, 6.436 szavazatot. Másodikként a városunkban a Demokratikus Koalíció végzett 1.835 szavazattal, és 929 szavazatot kapott a Jobbik. A választókerületben is hasonló sorrend született.
A 4-es számú OLVK választókerületében 69.610 fő volt a választásra jogosult, 43%-uk ment el voksolni, ez 30.372 főt jelent, érvényesen 30.165-en szavaztak. A Fidesz, a szavazatok, Fidesz-KDNP közös listája a szavazatok 62%-át kapta a választókerületben, 18.742 szavazatot, a Demokratikus Koalíció 3.872 szavazatot, a Jobbik pedig 2.426-ot. A Fidesz-KDNP pártszövetség nagy arányú győzelmét a párt helyi csoportja a főutcai irodában ünnepelte. Dr. Kovács Zoltánt és dr. Áldozó Tamást kértük értékelésre még vasárnap éjjel. Először is szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan elmentek választani. Ez egy fontos dolog mindannyiunk számára, hiszen Európa jövője tét, ezt sokszor elmondtuk, hogy ön is kérdezte. És szeretném megköszönni a munkatársaimnak, mindazoknak, akik több százan dolgoztak a kampányba. Látszik az eredmény, nekik is köszönhetően. A választókerület három városában, Pápán-Zircen, Devecserben imponáló Fidesz siker született, a kisfalvak pedig még jobban szerepeltek, mondta a képviselő. Az eredményeket így kommentálta. Úgy gondolom, hogy a DK túl szerepelte magát, de azt lehet látni, hogy az ellenzék soraiban egyetlen fix pont van ma még az emberek számára, Gyurcsány Ferenc, mert bárkit megkérdezünk az utcán, ki a baloldal vezére, azt mondják, hogy Gyurcsány, fogalmunk nincs, hogy ki az a Tóth Bertalan, vagy korábban Tóbiás József, esetleg még Mesterházit, mint Veszprém megyeit megismerik. A Jobbik pedig elpárolgott, elillant, gyakorlatilag ketté szakadt. És hát újdonság a politikában, hogy megjelent a Momentum, Pápán nincs is képviselője, nincs is jelen, mégis kapott szavazatot, ugye ez a pártlistás, az arc nélküli világnak a megjelenítése. Azt gondolom, hogy ez egy jó ómen az őszi választásokra, hogy a Fidesz jól szerepelt, azt gondolom, hogy a képviselők jól dolgoztak az elmúlt 5 esztendőben, tehát úgy vélem, hogy az őszi választásokra nagy reményekre jogosít ez az eredmény. A pápai eredményekre Áldozó Tamás polgármester, a Fidesz helyi elnöke is reagált, és köszönetet mondott a szavazóknak. Úgy látom, hogy jól dolgoztunk, sokat dolgoztunk, nem csak ebben a kampányban, ez megelőző ciklusban is, és ezt a pápai emberek honorálták, úgyhogy köszönjük szépen. Én azt ajánlom számukra is, hogy folytassuk így majd ezentúl is. A részvételi arány Pápavárosában meghaladja az országos átlagot. Ez ugyan nem egyedi, hiszen máskor is volt már ez így, de Európa parlamenti választáshoz képest magasnak számít. A tét is nagy volt. Én úgy látom, hogy korábban nem lehetett egészen pontosan azt megfogalmazni, hogy miről szavazunk. Viszont most világossá vált az, hogy nagyon sok mindenről döntenünk kell. Döntenünk kell a nemzeti hovatartozásunkról, a magyarságunkról, döntenünk kellett a kereszténységünkről, döntenünk kellett arról a családközpontú politikáról, amit ez a kormány képvisel, és sokan mellénk álltak, és úgy gondolják, hogy mi járunk a helyes úton, és ezt kell követni. Az látszik, hogy az emberek Pápán és Magyarországon bíznak a Fideszbe, és azt a világot szeretnék többségükbe, amit a Fidesz kínál, amit közösen dolgoztunk ki, amit közösen képviselünk. Ez a keresztény, nemzeti, családközpontú világ, ami most azt mondhatjuk, hogy számunkra természetes, és amit szeretnénk, hogyha Európában is általánossá válhatna. A pápai eredményeket figyelve a politikai pártok, a politikai paletta meglepte ön? Igen, meglepett. A DK sokkal jobban szerepelt, mint ahogy én gondoltam. Ugyanakkor a Jobbik gyakorlatilag visszazuhant az MB3-ba. Egyébként ott is a helye. Viszont a DK ugyancsak egy arctalan párt, ahogy képviselő úr mondta. Tehát én kíváncsi vagyok az, hogy ebből az űrzavarból, ebből a szavazatok ide-oda rakosgatásából, hangsúlyok átrendeződéséből a helyi ellenzék majd mit fog felmutatni, hiszen Pápán gyakorlatilag sem Momentum, sem DK nincsen. Pápán eddig MSZP meg Jobbik volt. Tehát olyan pártok voltak, akiknek nincsen támogatottsága, akiknek meg van támogatottsága, az meg arca eddig a választók felé nem jelent meg. Az európai parlamenti választások országos szinten is a Fidesz-KDNP fölényes győzelmét hozták. A második legtöbb szavazatot a DK kapta, a harmadik helyen pedig a Momentum áll.
Május 21-én ünnepeljük a Magyar Honvédelem napját, abból az alkalomból, hogy 1849. május 21-én a honvédsereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. A 170 évvel ezelőtti eseményre mindenütt megemlékeztek az országban. Pápána a Vitéz Bertalan Árpád ejtőernyős ezred huszárlakótelepi emlékművénél hajtottak fejet az emlékezők. Az ünnepi beszédet Magasi Zsolt ezredes, az MH Pápa bázis repülőtér parancsnoka mondta. Honvéd nevét rettegte az ellen, föld soha hordott így katonát, bátran rohant százszor több nagyobb ellen, maroknyi serege vart tusákon át. A himnusz hangjai után Lampért Géza Honvédek emlékére című költeményét szavalta el Csukárdi Tibor, majd Farkasdi Lajos nyugállományú őrnagy, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi beszédet Magasi Zsolt ezredes mondta. Az MH Pápa bázis repülőtér parancsnoka úgy fogalmazott: a hősökre és mindazokra a honvédekre emlékezünk, akik készek voltak életüket feláldozni a haza szabadságáért, védelméért, gyermekeik biztonságáért, jövőjéért. Boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Márpedig Budavár visszavételének 170. évfordulóján minden magyar ember szívét büszkeség tölti el, és emelkedett lélekkel ünnepel. 1849. május 21-én a reggeli órákban már magyar lobogó lobogott a budai vár számtalan pontján. A magyar seregek több kitartó támadás után a döntő roham eredményeképpen Budavárára végre az ostromról honvédek kezébe került és kitűzték a magyar zászlót. Ezzel nem csak a 17 napig tartó ostrom ért véget, hanem a magyar hadtörténelem egyik legsikeresebb hadművelete, a tavaszi hadjárat is. Az a hadjárat, amelyben az alig egy éves honvédsereg egy katonailag teljesen reménytelen helyzetből, kitörve önerejéből felszaborította hazánk területének döntő többségét. A magyar honvédsereg a tavaszi hadjárat során a magyar hadtörténelem páratlan sikereit érték el. A budai vár bevétele pedig megkoronázta a dicsőséges tavaszi hadjáratot. Május 21-én a Magyar Honvédelem napján azonban hiba lenne csak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadi eseményeire emlékezni. Ezen a napon kötelességünk a magyar hadtörténelem minden neves és névtelen helytállást tanúsító katonájáról megemlékezni, tette hozzá az ezredes. Mély tisztelettel adózom a magyar királyi Vitéz Bertalan Árpád honvéd ejtőernyős ezred és szállító repülőszázadban szolgált valamennyi bajtársunk előtt. Közel egy évszázad telt el Budavárát visszahódító és a II. Világháború poklát megjárt katonák harcai között, de példamutató hazaszeretetük, hősies önfeláldozásuk örökké példát mutat. Az ünnep a megemlékezésen túl lehetőséget nyújt arra is, hogy egy rövid időre megálljunk, és átgondoljuk, honnan indultunk, hol tartunk, merre megyünk tovább. A mai magyar honvédség céljairól, kihívásairól és eredményeiről számvetéssel tartozunk a társadalom felé is. Mind a magyaroknak, mind pedig a térségben lakóknak elengedhetetlenül fontos, hogy békében és biztonságban élhessenek. Ehhez egy erős, ütőképes magyar honvédségre van szükség. Egy modern, hiteles, a hazája és szövetségése iránt egyaránt elkötelezett hadseregre, amely a térség meghatározó fegyveres ereje lehet. A megkezdett haderőfejlesztés az elmúlt, majd fél évszázad legátfogó és legkomplexebb védelmi fejlesztése, amely szemléletváltással is párosul. A Magyar Honvédelem napja különös fontossággal bíró ünneplapunk. Egyfelől, illőképpen és módon megemlékezünk elhunyt hőseinkről, ugyanakkor köszönetet mondunk azoknak a katonáknak, honvédeknek, akik szolgálatukat az ország határain belül és azon kívül is ellátják. Ez a nap az emlékezés napja és a tisztelgés napja. Tisztelgünk katonáink és azon magyar állampolgárok előtt, akik fontosnak tartják, vagy éppen kívülről segítik a honvédelem ügyét. Tisztelet és dicsőség elesett bajtársainknak. Tisztelet és megbecsülés a jelenkor honvédjeinek és minden hazájáért elkötelezett magyar embernek. Az ünnepi beszéd után Zöldi József katonaköltő ejtőernyősök emlékére című versét Nagyváradi József szavalta el. Hazáért adták drága életüket, dicsőség ragyogja áldott emléküket. Szóljatok harangok, húcsúztatót zengve,
zokogjon értünk a gyászoló csendben. De szerettek volna ők is hazajönni, kedves családjukhoz csak úgy beköszönni. Ez a legszebb álmuk sose lett valóság, halál lett a sorsuk, avagy hadifogság. Az emlékművet Szabó Ferenc százados tábori lelkész áldotta meg. Isten oltalmába ajánljuk ezt a katonai emlékművet az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten örök kegyelme legyen az elhunyt ejtőernyős testvéreinkkel, valamint elhunyt katonáinkkal, áldott emléküket őrizze az emberi emlékezés és hála jele. Figyelmeztessen ez az emlékmű az örökké valóságra, és hirdesse nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus győzött a halálon, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az ünnepség végén Pápaváros fúvós zenekarának közreműködésével a jelenlévő szervezetek, pártok, intézmények képviselői megkoszorúzták az emlékművet. A program a Huszár Közösségi Házban folytatódott, ahol Farkasdi Lajos, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke és a megújult elnökség elismeréseket, emléklapokat adott át a klub tevékeny tagjainak, segítőinek és a születésnaposoknak. A rendezvényen Pápaváros Bárdos Lajos vegyeskara is részt vett. Az országban 52 helyszínen, köztük Pápán működik Nyitok központ a munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztéséért. A program lényege, hogy ingyenes képzési lehetőséget biztosítson a településeken működő vállalkozások részére. A projekt pápai rendezvényét május közepén tartották a Főutcai Tanulási Központban. A délután vendége volt Halász János országgyűlési képviselő és Áldozó Tamás polgármester mellett számos helyi vállalkozás képviselője is. A szövetség az életen át tartó tanulásért a magyarországi innovatív felnőttképzésben egyedülálló tanulási lehetőséget biztosít a 16 és 64 év közötti magánszemélyek részére. Az ingyenes képzések versenyképes tudást adnak és hatékony segítséget jelentenek a munkaadók és a munkavállalók számára, derült ki a projektnyitón. Az intézmény és vállalkozás vezetőket Karasz Kitti Barbara, a projekt délalföldi régiójának koordinátora köszöntötte, majd Halász János országgyűlési képviselő, a Városok-Falvak Szövetségének elnöke kapott szót. Biztosan emlékeznek arra az egyik legfontosabb kormányzati vállalásunkra, ami 2010 után történt, miszerint 10 év alatt 1 millió új munkahelyet teremtünk. Most már eltelt több mint 8 év, és több mint 800 ezer új munkahelyet sikerült is teremteni, de ennek a vállalásnak a hátterében nagyon alaposan, szorosan ott volt az, nem csak munkahelyeket kell teremteni, hanem az embereknek is segíteni kell abban, hogy ezeken a munkahelyeken dolgozhassanak.
az ő képességeiket fejleszteni kell. Segíteni kell, hogy új tudáshoz jussanak, hogyha épp arra van szükség az adott új munkahelyen. Na hát a nyitott program pontosan így illeszkedett, és nagyon jó összhanggal illeszkedett a kormányzati szándékhoz akkor és most is. A projekt indulását jelentő szakmai workshopot Áldozó Tamás polgármester nyitotta meg. Én örülök annak, hogy itt ezen a belvárosi helyen egy jó helyet sikerült kialakítani, és hogy ez a nyitó program is megtalálta itt a helyét, és reményeim és hitem szerint sokan, akik pedig szerettek volna egy picivel többet tudni, mint azelőtt tudtak, hogy ide ezen az ajtón beléptek volna. Tudom, hogy sok közkelt el lehet mondani az élet hosszan áttartó tanulásról, de én ha arra gondolok, hogy amikor beléptem a munka világába, akkor még jó gépen dolgoztak, és nem volt számítógép. Vagy amikor az első ipari üzemben én dolgoztam, mondjuk nyári munkán, és mondjuk amikor közelmúltban jártam kinni Pápán az ipari parkban üzemekben, akkor az olyan, mintha egészen más dimenzióról lenne szó, hiszen sehol egy olajos rongy, hanem egy egészen más világ, olyan, mintha valami kutatóközpontban lenne inkább az emberek is gyárban. Na most ez egyébként ennyivel másabb hozzáállás, tudást, affinitást is jelent szerintem, és világos, hogy azoknak, akik most keresnek munkát, nem ezt a távolságot kell leküzdeni, amit én most itt megpróbáltam felvillantani, de mégiscsak le kell valamikor a távolságot ahhoz küzdeni, hogy jó munkahelye, jó fizetése, biztos egzisztenciája legyen valakinek, és én azt gondolom, hogy mi mindenkinek hálásak kell legyünk, mindenkinek meg kell, hogy köszönjük, aki pápai embereknek ezt az utat segít megtenni, és abba segít, hogy itt pápai családoknak, meg a mi nagy közösségünknek jobb legyen. A nyitok tanfolyamai között szerepel informatika, idegen nyelv és minden olyan ismeret, amit a résztvevők a munkavállalás során tudnak hasznosítani. Iparágtanulási programokat állítottak össze, hogy minden típusú vállalkozás hatásos segítséget kaphasson, mondta el a projektmenedzser. 52 helyszínen van Magyarországon ilyen tanulási központ. Azt a lehetőséget szeretnénk elvinni a felnőtteknek, hogy felnőttként is érdemes és lehet tanulni. Szeretnénk, hogyha a vállalkozásoknál dolgozó munkatársak hatékonyabban tudnák végezni a munkájukat, jobban tudnának boldogulni a munkaerőpiacon, és ebben próbál segíteni a nyitok program. Korábban is itt voltunk már ezen a helyszínen, most azonban nyitunk a vállalkozások felé, hogy a Magyarországon a legnagyobb munkaadók azok a KKV-k, és a minisztériummal közösen szeretnénk lehetőséget biztosítani nekik, hogy ingyenesen azonnal használható tudást szerezzenek a munkatársak. A nyitok a vállalkozásokkal veszi fel a kapcsolatot, és a hatékonyságra törekedve keresik meg azt a képzést, ami segíthet a dolgozóknak a munka eredményesebb elvégzésében. De magánemberek is felkereshetik az ingyenes képzéseket biztosító központot. Azért vagyunk itt a város központjában, hogy akár be lehet sétálni az utcáról. Jelen vagyunk a közösségi oldalakon, és a munkatársunknak feladata az, hogy a helyi partnerséget építse, felkeresse a vállalkozásokat, és elmondja azt a lehetőséget, amit itt mi kínálunk. Mindig a helyi igényekhez próbálunk alkalmazkodni, tehát megnézzük azt, hogy helyben milyen munkaadók vannak, vagy milyen típusú vállalkozások vannak, és ahhoz próbálunk olyan típusú tanulási csomagot összeállítani a dolgozóknak, ami aztán segíti az ő munkájukat. Maga az alapkészségek oktatása az már régóta megy, tehát igen, idegen nyelv és informatikában nagyon sokan jöttek már hozzánk tanulni, azonban most szeretnénk ezeket az iparági specifikus képzéseket is elvinni a vállalkozásokhoz, és ma azért vagyunk itt, azért tartjuk ezt a beszélgetést a helyi vállalkozókkal, hogy ezt elindítsuk tulajdonképpen, úgyhogy ez a típusú képzési program most indul. Az ingyenes képzések jó lehetőséget jelentenek a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak is, hiszen nem kell pályázni, és ingyenesen vehető igénybe a szolgáltatás, ami azonnal használható, versenyképes tudást nyújt. Közgyűlést tartott a közelmúltban a Pápai Művelődés Történeti Társaság. A programon beszámolók hangzottak el az előző év szakmai tevékenységéről és az elkövetkező időszakra vonatkozó tervekről is szó esett. A közgyűlést a Pápai Művelődés Történeti Társaság új székhelyén a Pedagógus Művelődési Házban tartották. A Pedagógus Művelődési Házban talált otthonra a Pápai Művelődés Történeti Társaság. Több hónapja itt tartják rendezvényeiket.
Jelenleg a pápai népfőiskola létrehozása a fő célja a Művelődés Történeti Társaságnak, mondta el dr. Balogné Uracs Marian elnök. A társaság tevékenysége a pápai népfőiskola építésére koncentrál elsősorban, amely minden korosztálynak kínál különböző lehetőségeket arra, hogy képességeiket továbbfejleszthessék, hogy különböző értékfeltárással kapcsolatos tevékenykedésekben vehessenek részt, hogy a pápai kaszinó alkalmain, annak beszélgetésein, annak eseményein részt vehessenek, és még sok más program lehetőségét kínáljuk nekik. Sikeres pályázataik megvalósítása is folyamatban van, tette hozzá a társaság elnöke. Ilyenek például a Csóri Sándor alap segítségével megvalósult középiskolás táncházaink, amelyek szinte minden középiskolában lezajlottak már, éppen tegnap volt az utolsó alkalom, illetve a Nemzeti Kulturális Alapból is nyertünk egy pályázatot, ahol részben egy regionális diákszínjátszó fesztivál rendezését segítettük meg Veszprémben, részben pedig a Pápai Pegazus Színházzal közösen fogunk egy népmese műhelyt szervezni majd, hiszen szeretnénk segíteni az amatőr báb csoportok elindítását. Is. A pedagógus művelődési házat már jól belakta a társaság, valamennyi helyiség kapott már funkciót. Az az igazság, hogy az én szívem ebbe a városba két épülethez húz, az egyik a Somlay út 33, ahol felnőttem, a másik a pedagógus művelődési ház, ahol évtizedeken keresztül apám igazgató volt. És ha arra gondolok, hogy egy kicsit lehetne felidézni abból az eleven kulturális életből, amit ő itt ebben az időszakban csinált, akkor én végtelenül elégedett és boldog lennék. Ennek érdekében most például, ami ebben a pillanatban a pedagógus művelődési házban látható és érzékelhető, az a nagy terembe és a vele utcafele néző kisebbe egy kiállítás, ahol Ciráki Lajos és tanítványai kiállítását rendezte az önkormányzat nem régen. Abban a két helyiségben, e pillanatban egy 19 éves refiben végzős művésztagozatos lánynak a kiállítása van, gyönyörű anyag. Hogy ennek lesz-e folytatás, erről azt mondanám, hogy szeptemberre már tudjuk, hogy egy grafikus fiú, aki most kezdett festeni, tehát grafikai és festészeti képanyaggal szeptemberben már jelentkezett, hogy ő is szeretne. Közben, ha a kiállításoknál maradnék, akkor régóta tervezzük, és nagyon jó lenne, ha már sor kerülne rá, hogy Győri Éva néninek abból a 12 ezeres anyagából, amit a város megvett, kamara kiállításokat tudjunk csinálni. Az első sorozatunk az a város családjainak lenne a tárgyaiból készített kiállítás, és olyan értelemben is kamarakiállítás lenne, hogy egy-egy hónapig lenne fenn egy-egy anyag, és az alatt, mint ahogy már egyszer szűkebb körbe a kaszinó társaságán belül bemutatkozott a pápai kézművesek elég sokféle és egy-egy ember által képviselt társasága. Ezt szeretnénk most egy kicsit tágabban a város számára is bemutatni, valószínű beszélgetés formájában, mert ez úgy tűnik, hogy most tetszik a városlakóknak. A volt irodahelyiség, mindenki így ismeri a régi pápaiak közül, könyvtárszoba és olvasószoba és dolgozószoba, ott olyan szakmai és tematikus dolgok folynak diákokkal, amihez az elsőrendű könyvállományt, azt az Ötvös Kollégium igazgatójától kaptam, fel is hívom a város iskoláinak figyelmét arra, hogy itt a továbbtanuláshoz egy-egy szakra már ráállt és arra koncentráló diák olyan könyvanyagot talál, amit akár itt használva, akár úgy, hogy hazaviszi, akár úgy, hogy saját tulajdonának tekinti, mindenféle verzióban ajánljuk a diákságnak. Abba a helyiségben, ami régen nyelvi labor volt, abba e pillanatban videószobánk van, és itt azok a videók találhatók, én hoztam a videókazettákat, a lejátszót, a hozzávaló televíziót,
ezt a fiam használta középiskolás korában, és ő vette fel azokat a filmeket, amikről ő úgy gondolta, hogy ezeket újra megnézni. Ezt használják diákok. Az erkélyes szoba, így ismeri mindenki a városból, az lenne Döbrönte József fogorvos ígérete szerint egy tarokszoba. Ezt is felhívásnak szánom, hogy ő azt szeretné, ha családokat tudna tanítani tarokra. Na most olyan családokat keresünk, második osztályos kortól gyerekkel, akik a római számokat tanulják. Helyiségek szerint mondtam most el a pedagógus művelődési házat lévén, hogy erről volt szó, hogy belaktuk-e, és hogy én minden alkalommal, amikor feljövök, boldog vagyok. Amit én nagyon fontosnak gondolok, hogy a diákságnak legyen egy olyan terepe és tanyája itt a pedagógus művelődési házban, ahol döntéseket gyakorolhat, ahol a véleménye és elképzelései alapján tevékenységek indulnak meg. És szeretnénk ilyen értelemben meghatározóak lenni a diákság és a saját körünkben a városban, mert ez egyfajta értékrendet, egyfajta magatartás mintát jelent, amit mi megerősíteni szeretnénk. Az osztályfőnökünk is, Marosi Diana többször említette, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, ez az egész komplexum arra, hogy bemutatkozó kiállításokat tudjunk így csinálni mi fiatal művészek. Nagyon örülünk, hogy ez a lehetőség létrejött. Mivel a kortárs művészeti szénában nagyon fontos, hogy az ember minél fiatalabban be tudjon mutatkozni, minél fiatalabban tudjon, már 18. életével előtt tudjon kiállítást rendezni. Ez a jelenlegi művészeti szénában nagyon fontos, hogy az ember be tudjon törni, és nagyon-nagyon jó lehetőség erre a PED otthonnak. Én azt gondolom, hogy a Pápai Pedagógus Művelődési Ház egy emblematikus épülete a városnak, és annál jobb hasznosítása, mint hogy a Művelődés Történeti Társaság egy népfőiskolát építsen itt, és ennek az eseményeit szervez ezen a helyszínen, talán nem is lehet ennél jobbat találni. A pénteki programon a közgyűlési beszámolók mellett a társaság tagjai Holb Levente vezetésével megtekintették a református gimnazista Dunai Virág kiállítását. Tíz éve alakult meg a Tapolca Fői Kert barátkör. A közhasznú egyesület a Malomtónál ünnepelt. A köszöntőkben, beszédekben elhangzott, hogy a Tapolca Fői Kert barátok nem csupán maguk örömére tevékenykednek, hanem a településük javára is, hisz kialakították a forrástanösvényt, és azóta is gondozzák a népszerű kirándulóhelyet. Kert barátkör! Somogyi Zoltán, a Tapolca Fői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, sok mindenre büszkék lehetnek, de van egy olyan elem, melynek kapcsán az utókor is emlegetni fogja őket. Abból élünk, amit kapunk, de az éltet bennünket, amit adunk. Ez egy kiemelkedő politikusnak, Churchillnek a mondása. Mi ezt szerint cselekedtünk. Hát én azt mondom, hogy a tanösvény, ami bekerült a helyi és a megyei értéktárba, azt nagy munkának tartjuk. Azon belül a különböző elemeknek az építését, a forráskút, a szalonna sütő, a malomkerék, akkor a padok, akkor az információs táblák, akkor a Kmetti György emléktábla, születi felvonulás, akkor az emlékszoba kialakítása,
tényleg nehéz ezt elsorolni, de erre az alkalomra készítettünk egy kiadványt, ami egy emlékképek címmel, emlékképek címet adtunk neki, ott végig lehet kísérni az egész tíz éves tevékenységünket. Horváth Endre az egyik alapító, szívesen emlékezett vissza a kezdetekre, arra az időszakra, amikor elkezdték kiépíteni a tanösvény útvonalát. Például az a szombati nap, 42 ember dolgozott, amikor a lépcsőt csináltuk, a kerítést, 60 méter hosszú kerítést, ugye az hatalmas nagy munka volt, de akkor olyan összefogás volt, hogy csodára voltunk képesek. Ugye utána a nagy dolog, ugye malomkerék megépítése, ugye a forrásfői nagy malomnak a helyére, és ez egy hatalmas nagy dolog volt, ugye, és a 13. szeptember 7-én látottuk, egy nagy ünnepség volt. Ez a csoda ma már híres, olyannyira, hogy az országos szervezet elnöke, Szentmiklósi Ferenc is elismerően szólt a tapolca főiekről. Bátran mondhatom, hogy az ország egyik legaktívabb kertbarát közössége. A forrástanösvény kapcsán végzett munka mellett a tapolca főiek szerveztek kirándulásokat, előadásokat, borversenyeket, szüreti felvonulásokat, több csoporttal, így például a felvidéki tardoskeddiekkel is jó kapcsolatot építettek ki. Én szeretnék ehhez a 10 évhez is, ehhez az energiához, ehhez a sok munkához gratulálni. Én remélem, hogy a kertbarátkör az még nagyon-nagyon sokszor 10 évig tudja végezni ezt a munkáját, tud bővülni, újra és újra, újabb és újabb kertbarátokat tud bevonni a körükbe, és kívánom, hogy bármihez fogjanak a kertben és a kerten kívül is koronázza siker, úgy, hogy eddig tette, ehhez jó erőt, jó egészséget kívánok is. Kitartást. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is köszöntötte a jubiláló közösséget, s mint mondta, van egy komoly feladatuk is, megszólítani a fiatalokat. A fiatalokat valahogy az élet ebbéli részével is meg kell ismertetni, mert hát ha néhányan megszeretik részben a közösségi életet, részben a földhöz való ragaszkodást, annak művelését, és hát a földből sok jó termék jön ki, a paradicsomtól a pálinkáig. Ha csak a P betűnél maradunk, de mondhatnám mást is, más betűt. És úgy gondolom, hogy ez egy fontos része a kertbarátkör munkájának, hogy jól megérjük majd, akik meg ezt megtehetik, a 100. esztendőt is, hogy köszönthessék a tapolcafői kertbarátkört. Külön gratulálunk az installációhoz. Az Agrár Expo, mint a legszebb standot elnyerő, sokak munkáját dicsérő kiállítás, az is azt gondolom, hogy a kertbarátkörnek a munkáját dicséri. Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő, a kör tagja elmondta, a tapolca fői rész önkormányzat mindig támogatta a közösség törekvéseit, hisz a településért dolgoznak. Amikor 10 évvel ezelőtt megalakítottuk a kertbarátkört, bíztunk benne, hogy szépen fog fejlődni. Ha jól emlékszem, a kis teremben, amikor összeültünk, vannak itt közöttünk sokan most is, akkor ott voltak. Azt mondtuk, hogy hát a kis terem meg vagyunk, milyen jó lesz, és most legutóbb, mikor az országgyűlő képviselőt meghívtuk vendégségbe, arról beszéltünk, hogy kinőttük a kultúrházat. Tehát én azt mondom, hogy ez semmire nem mutatja jobban azt a fejlődést, azt az érdeklődést, azt a nagyszerű munkát, amit a kertbarátkör végez, és én úgy mondom, hogy duplán örülök a kertbarátkör létezésének, mert tagja is vagyok, és a részönkormányzat, hogyan megalakult, én úgy érzem, hogy teljes egyhangulat tudtuk mindig támogatni a működését, a közös program szervezését, és én azt mondom, hogy ezt a magam részéről meg tudom ígérni, hogy a továbbiakban is mindent megteszünk, hogy ez az együttműködés az ökölmentes legyen, és ha úgy alakul egy nagyobb kultúrházba, hazai pályán fogjuk a következő 10 éves ünnepséget megtartani. Az ünnepségen az emléklapok, oklevelek átadása, köszöntő szavak és gratulációk után finom ebéd és kötetlen program várta a jubiláló közösséget.
Mihály Norbert Jaromos volt a Gyurács Ferenc gondolkodókör május eleji összejövetelének vendége. A tihanyi szerzetes közösség perjele mesélte a szerzetesi életről, a terveikről. Az apátság külső terei is megújulnak, de sokkal fontosabb, hogy ez a kicsiny közösség is folyamatosan kész a megújulásra, s arra, hogy az embereknek megmutassák Isten közelségét. Mihályi Norbert Jaromos Bakony-Szent Lászlón nevelkedett, majd az általános iskola után a Győri Bencés gimnáziumba jelentkezett. Az egyházi pálya mindig vonzotta, aztán a bencések között érett meg benne az elhatározás, szerzetes lesz. Ott olyan hatások értek, egy kis közösségben vehettünk részt az imádságon, ez szerzetes közösséggel együtt, nekem egy bencés szerzetes osztályfőnököm volt, és hát ezek a hatások, amik ott értek, az atyák áldozatos munkája, az a közösségteremtés, amit ők ott folytattak, ez indított engem arra, hát ha jól emlékszem, talán negyedikes voltam, éppen betöltöttem a 18. életévet, és februárban jelentkeztem, akkor kopogtattam be osztályfőnökömhöz, hogy én szeretnék bencés szerzetes lenni. Erre ő? Hát azt mondta, hogy ő most megpróbál engem lebeszélni. És ezt azért mondta, elmagyarázta utána, hogy ha letud, akkor ez csak egy fellángolás, ezzel teszteli a hivatásomat. Ha pedig elmond minden rosszat, és megpróbál lebeszélni, és akkor is azt mondom, hogy már pedig én igenis szeretnék bencés lenni, akkor pedig bátran melerengedni. Teológiai tanulmányait Pannonhalmán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, aztán Tihanyba került a bencés közösségbe. Beunk bencés szerzeteseknél ez úgy működik, hogy monostort és közösséget választ az ember. Ugye nekünk bencéseknek van egy monostorunk Pannonhalmán, van Győrben, most már ez is egy önálló közösség, és van Tihany, ami szintén önálló közösség, és van Bakony Béla, ami Pannonhalmától függő monostor, és igazából választ az ember egy közösséget, egy helyet, ahol szeretne szerzetes lenni, és akkor hát először tölt egy évet legalább jelölt időt, amikor is hát úgy megpróbálják, hogy megnézik, hogy ki is ő is megnézheti a közösséget. Itt nem kérik általában, hogy folyamatosan ott lakjon, hanem hogy járjon időközönként vissza a közösségbe, és akkor utána, hogyha azt dönti végül, hogy ő megmarad, azt mondja a Szent Benedek atyánk, hogy mutassanak neki meg minden rosszat, és hogyha ennek ellenére is ő megmarad, akkor megkezdi a noviciátusát, az nálunk általában egy év, ami a monostorban egy zártabb életforma, amikor megismerkedik a szerzetesi életnek a rejtelmeivel, magával a bencés spiritualitással, szerzetesi irodalommal, és természetesen mellette imádkozik. És hogyha úgy dönt, hogy fogadalmat tesz, akkor először 3 évre a szerzetesi ideiglenes fogadalmat tesz, és 3 év után, ha a közösség is úgy dönt, és hogyha ő is, akkor kérheti az ünnepélyes fogadalmát. Ön miért épp a tihanyi közösséget választotta? Hát ugye mintaként Győrben előttem egy kis közösség állt, akkor Győrbe például nem lehetett belépni, és Tihany volt az a közösség, az a kis közösség, ami nagyon hasonlított Győrre. Hát hogyha valaki már egyszer látta a tihanyi apátságot, akkor pedig tudja, hogy magában a monostorban és a környezetben nagyon könnyű beleszeretni. 2018. februárjában lett a közösség vezetője. Hát ugye énkor az ember egy másfajta felelősséget kap, megkapja a közösség vezetésének a felelősségét. Ez nagyon sok szép dologgal is jár, és nagyon sok olyan nehézséggel, személyügyekről dönteni, a közösséget gondozni, segíteni, az embereket támogatni, a közösséget animálni egy picit, hogy így összekovácsolódjon még jobban. Vannak idősrendtársaink, vannak fiatalok, a hidat megépíteni a 2 korosztály között, vagy a 3 korosztály között, és mellette természetesen egy turisztikai központot kell az embernek működtetnie. Mint mondta, ők mint egy nagy család élnek ott. Tanácsokkal, ötletekkel támogatják egymást, igyekeznek a hagyományok tiszteletben tartásával megújulni, nyitottabbá válni. Ezt több program is segíti.
Mindenképpen van egy felelősségünk, van egy örökségünk, amit meg kell őriznünk, de ez az őrzés, ez nem lehet konzerválás, hanem az embernek úgy kell megőriznie a hagyományait, hogy azt mindig az aktuális korban be tudja mutatni, és az embereket meg tudja fogni, és meg tudják az emberek érteni azt, hogy az az örökség, ami nekünk van, az hogy is hat ki a mostani életünkre. Tehát mi nagyon sok olyan gondolattal, ötlettel próbálunk előállni, aminek egy része aztán nem valósul, meg másik része pedig megvalósul, amivel meg tudjuk szólítani akár több generációt, és ezeket az értékeket egy kicsit más nyelven, de mégis ugyanazon a nyelven próbáljuk továbbadni. Így vannak olyan programjaink, amik megszólítanak olyan embereket is, akik akár nem járnak templomba, vagy nem olyan közel állnak Jézus Krisztushoz, de akár a csenden keresztül, akár a teremtett világra való rácsodálkozáson keresztül tudnak találkozni a minket Teremtő Istennel, és elindulnak egy spirituális úton, ami aztán oda vezetheti őket Jézus Krisztushoz. Van két programunk, két konkrét programunk, az egyik egy éjszakai csendtúra, amivel meghívjuk a hozzánk érkezőket, hogy legyenek csendben 2,5 órán keresztül, és ez egy vezetett séta az apátság falain belül, részleteket nem árulok el, mert el kell jönni, és meg kell tapasztalni. És van még egy programunk, ami pedig arra hívjuk a bátor és merész embereket, hogy jöjjenek el Tihanyba, és akár nyáron is, korán, 4 óra környékén, vagy 4:30-kor tekintsék meg velünk a napfelkeltét, és vegyenek részt egy olyan programon, ami rácsodálkozása a napfelkeltére, és utána még vannak egyéb programok, de ezt szintén nem árulnám el. A Gyurács Ferenc gondolkodó kör következő alkalma június 3-án lesz. A szűrések fontosságáról, a súlyos betegséggel való küzdelemről beszélgettek a református gyülekezeti házban a közelmúltban a Megújulás klub tagjai. Az emlőműtött asszonyokat magába foglaló és a betegségben szenvedőket felkaroló csoport szívesen tart előadásokat a prevenció jegyében bármely közösség számára, hangsúlyozta Hörömpöly Imréné klub vezető. Októberben jött létre a Rózsaszín Szalag Pápa elnevezésű közösségi oldal, az ő kezdeményezésük volt a szombati rendezvény, melynek helyszínéül a református gyülekezeti házat választották. Folyamatosan betegségek megelőzésére hívjuk fel a figyelmet, és volt igény arra is, hogy ilyen egészségmegőrző előadásokat is szervezzünk, és mivel legelőször a mellrák megelőzésével foglalkozott az oldalunk, ezért a Megújulás klubot hívtuk meg a mai alkalomra. A programon Hörömpöly Imréné klubvezető és a közösség tagjai beszéltek a megelőzés fontosságáról, tapasztalataikról, a betegség és a kezelések átvészeléséről. Ha hívnak bennünket, mi nagyon szeretjük, nagyon sok klubban voltunk már, nagyon sok helyen, plakátjaink is vannak, szóróanyagunk is, de sajnos nem igen hívnak bennünket. Mert most erre érünk rá, most arra érünk rá, most tavasz van, mint ahogy most is kisütött a nap, megyünk a kertbe, vagy megyünk ki a szabadba. Minden fontosabb, csak saját magunk nem. Éppen ma reggel beszéltek a rádióban arról, hogy biztosítjuk a kocsinkat, biztosítjuk a lakásunkat, saját magunkat nem. Na most ugyanez van a betegséggel, ha rossz a kocsi, futok a szerelőhöz, ha rossz a laptop vagy a telefon, azonnal viszem a szerelőhöz, ha nekem van bajom, majd jövő héten, majd 2 hét múlva, majd elmúlik. Csak az a helyzet, hogy kocsit is lehet újat venni, laptopot is lehet, anyát, apát, gyereket, azt nem. Tavaly azért lett 4 új tagunk, de azok se nagyon, mert nagyon sokan elbújnak, hogyha valakinek olyan betegsége volt, mondjuk, hogy szívinfarktust kapott, vagy sztrokot kapott, általában ilyennel dicsekszik, hogy én ezt túléltem. Hogyha például emlőrákot kapott, akkor inkább elbújik, ne is tudják, sokan úgy rendezik, hogy még a munkahelyen se tudják meg, hogy ő neki mi volt a baja, csak mikor kezelésre kell menni, akkor azért nem igen lehet eltitkolni. Hát mi mindenkit várunk, nagyon sokan azt gondolják, hogy mi azért tartjuk a klubforgalkozást, hogy ott üljünk és szomorkodjunk. Hát például mához egy hétre Hollókön leszünk, ilyenkor meg kirándulni megyünk, 2 napos kirándulás, évvégén júniusban záróklub foglalkozás, ahol a családtagokkal együtt leszünk. Hát ugye minden héten van
vizitornánk, május végéig, és szeptemberbe kezdünk, nyáron unokázunk, meg akkor sokan vannak az uszodába is, de mi aktívan csináljuk, és nem az a lényeg, ha mondjuk valaki kórházba került tőlünk, bármilyenért, akkor azért megyünk, látogatjuk, figyelünk rá, mellette állunk, szóval azért erre is figyelünk, de nem az a fő cél, hogy most leüljünk és egymást sajnáljuk. Nem csak előadásokat, beszélgetéseket tart szívesen a Megújulás Klub, hanem két évente sok-sok programmal tarkított egészségnap keretében hívják fel a figyelmet a szűrések fontosságára. Minden héten vizitornára járnak, gyakran összejönnek szabadidős tevékenységekre és kirándulásokra, hogy ezzel is lelki támaszt adjanak egymásnak a gyógyuláshoz és egészségük védelméhez. Az MH Pápa Bázis repülőtér minden évben megszervezi az Iskolák Napja elnevezésű programját, amikor lehetőséget nyújtanak, hogy a fiatalok minél közelebbről nyerhessenek bepillantást a reptér mindennapjaiba. Idén több mint 1400 fiatal, óvodás és iskolás látogatott a bázisra, ahol megnézhették és be is ülhettek a kiállított eszközökbe és a C-17-es repülőgépbe is. Kutyás bemutatóval kezdődött az Iskolák Napja rendezvény a bázis repülőtéren. A reptér minden évben szervez olyan napokat, amikor óvodásokat, iskolásokat várnak, hogy megismertessék velük a bázis működését és a katonák életét. 2010 óta folyamatosan rendezzük meg ezt az eseményt. Fontos számunkra az, hogy a lakossággal egy pozitív viszonyt alakítsunk ki. És ezt már úgy gondoljuk, hogy a gyerekeknél el kell kezdeni. Most, ami itt van rendezvény, ez gyakorlatilag a gyerekeknek szeretnénk ajánlani, bemutatni azt, hogy mivel is foglalkoznak itt a katonák, hogy milyen a mindennapi életük. Itt van kutyabemutató, természetesen technikai eszközeink vannak, amik teljesen úgy, akit mögöttünk látható, hogy az új eszköz, ez egy teljesen új beszerzés, erre büszkék is vagyunk. Ez egy hatalmas repülőtér karbantartó eszköz. Általában pozitív a visszajelzés. Ahogy most is lehet látni, nagyon sokan érkeztek. Pont emiatt szerveztük két napra egyébként ezt az eseményt. Általában évente kétszer szoktuk megrendezni ezt az eseményt, most viszont az előttünk álló programok miatt úgy gondoltuk, hogy jobb lenne, ha egy időben rendeznénk meg ezt az eseményt, két naposra terveztük, és gyakorlatilag több mint 1400 gyermek fogja ellátogatni hozzánk. A fiatalok kipróbálhatták akár a karbantartó eszközöket, akár a különböző tűzoltóautókat, vagy éppen képzeletbeli utazást tehettek egy helikopterpilóta fülkéjében ülve. A gyerekek számára a legnagyobb élmény és a leginkább várt látnivaló a C-17-es repülőgép volt. A C-17-est, katonákat, régi gépeket, hát ilyen tűzoltóautó, kipróbáltunk ilyen repülőt a C-17-esben, néztük a pilótafülkét. A technikai eszközök megtekintése mellett első segélybemutatón is részt vettek a gyerekek a reptéren. Kaptunk egy lehetőséget, két kisgyerekünk apukája is itt dolgozik a reptéren, és azonnal értünk is ezzel a lehetőséget. A gyerekek nagyon-nagyon várták ezt a mai napot, és annak ellenére, hogy ilyen hűvös idő van, a világ összes kincséért ki nem hagytuk volna. Megnéztük ezt a hatalmas nagy hótológépet, fegyvereket, minden kisgyerek kipróbált, hogy hogyan kell a babát újraéleszteni, és természetesen legeslegjobban azt várják, hogy a nagy repülőgépet is megnézhessék majd belülről. Miért fontos az, hogy a gyerekeket elhozzák ilyen fiatalon már ide a reptérre? Hát azt gondolom, hogy ha itt a mi környezetünkben van egy ilyen lehetőség, akkor mindig az a legjobb, hogyha személyes tapasztalatokat szerzünk, és hát a másik, ami nem elhanyagolandó, hogy a gyerekek nagyon-nagyon fogékonyak és csillogó szemmel vesznek részt az ilyen rendezvényeken, nem csak szemlélőként, hanem amit lehet, azt maguk is kipróbálnak, megtapasztalnak. A rendezvény célja amellett, hogy a fiatal korosztály átfogó képet kapjon a Magyar Honvédségben végzett munkáról az is, hogy pályaválasztáskor vonzó munka lehetőség legyen számukra a katonaság. Én úgy gondolom, hogy a társadalom részéről egy teljesen megérthető elvárása az, hogy békénben, biztonságban élhessenek. Ezt a jelenkor katonái biztosítják, viszont a jövőben is ezt biztosítani kell. Úgy gondoljuk, hogy ezt időben el kell kezdeni, ezt a toborzásnak is mondhatnám, és nagyon remélem, hogy majd a jövőben, mikor pályaválasztás elé kerülnek a gyerekek, a honvédséget választják. És úgy tűnik, ilyen szempontból is sikeres volt a rendezvény. Hát én ilyen gyakornok, akik gyakorlatoznak, akik a C-17-esből ugranak ki, ejtvernyőznek, én ezek szeretnék majd.
A kétnapos rendezvényen több turnusban fogadták a reptéren a diákokat, akik nem csak Pápáról, de az egész megye területéről érkeztek, így több mint 1400 fiatal nyert betekintést a Pápa bázis repülőtér életébe. A 8. francia nyelvű projekt fut a Pápai Református Kollégium gimnáziumában és művészeti szakgimnáziumában. Az Erasmus Plus 3 éves programja az esélyegyenlőséget állítja fókuszba, ehhez kapcsolódnak a tevékenységek. A projekt második évében konkrét segítséget kaptak a hátrányból induló diákok. Az Erdélyben tartott évzáró találkozón is ez került előtérbe. Az Erasmus Plus második évét Kézdivásárhelyen egy projekt találkozóval zárták a programban résztvevő erdélyi, chateaubriandi és pápai diákok. Az iskolai nehézségek áthidalását segítő projekt részeként ősszel tesztet töltöttek ki a diákok. 8 intelligencia típus szerint soroltuk be a gyerekeket a kitörtött kérdőívek alapján, ez lehet vizuális, auditív, stb. És ennek alapján dolgoztunk egész évben, igazából sok minden feladat mellett, tehát volt konfliktuskezelés, egy volt diákunk, Birkás Zsófi jött vissza és vezette ezeket a tevékenységeket, illetve készítettek a diákok maguk kisfilmeket különböző iskolai nehézségekről, iskolai konfliktus helyzetekről, nagyon jól sikerültek. Sokat tanultak közben, mert ők maguk készítették a forgatókönyvet, mi csak az elején adtunk néhány útmutatást nekik, hogy hogy néz ki egy forgatókönyv, milyen legyen a szöveg, milyenek legyenek a párbeszédek, de nagyon ügyesek voltak, úgyhogy a Kézdivásárhelyi találkozón az első díjat is elhoztuk. Tóth Zoltán elmondta, szerinte valós képet tükröznek a tesztek, őt a mozgásos csoportba sorolták ez alapján. Otthon a mozgás nekem úgy kötődik össze, hogy tanulás előtt vagy után mindig elmegyek mozogni, focizni, akármit. Szerintem valahogy így kötődhet. De azért valósnak érzed ezt a besorolást? Igen, többieknél is valósnak tűnt. Kik például zenét hallgatnak tanulás közben, ilyesmi ők, nekik is ugye az auditív csoport, ilyesmi, vizuális a csoport például, ők náluk látszik, hogy ugye rajzórán is, hogy ők jobban rajzolnak, stb. A projekt találkozó témájául a Kézdivásárhelyi házigazdák háromszék 1916-os román lerohanását választották. Kézdivásárhelyi program az egy nagyon érdekes program volt, ugye 3 iskola dolgozik együtt, a francia Chateaubriandi, Kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium és mi, és erdélyi kollégáink nagyon bátran egy olyan konfliktus helyzetet hoztak témául a találkozóra, ami azért egy kényes kérdés, az Erdély 1916-os román elfoglalása, azaz pontosabban a háromszéknek a román lerohanása. Ezt jártuk be, ennek az útját jártuk be különböző emlékhelyeket, és ennek az anyagát dolgozták fel a gyerekek, különböző helyzetekbe készült erről csetelés, készült erről különböző makettek, saktáblán eljátszották a jelenetet. A lényeg az volt, hogy a mieinknek is sok minden új volt történelmi fogalomként, vagy történelmi eseményként, amivel találkoztak, de csodálatos módon a francia gyerekek is 3 nap alatt megértették, hogy Romániában magyarok élnek, magyarok éltek, és hogy milyen konfliktus helyzeteket kellett kezelniük. Nagyon jó tanulság volt, és nagyon jó csapatszellem alakult ki, le az összes kalappal erdélyi kollégáim előtt, akik 9-en vettek részt a mi fogadásunkban, és valóban olyan érdekes, városfelfedező, vetélkedő, meg mindenféle programot állítottak össze, hogy végül is sikerült egy nagy-nagy csapatot kovácsolniuk a résztvevő gyerekekkel, tehát ez mindenki messzemenően a jövő évi munkánkat meg fogja könnyíteni. Tanulási készség szerinti csoportokba voltunk osztva. Én a kinesztetikus csapatban voltam, ami ugye a mozgással összeköthető, és nekünk ugye be kellett nekünk is mutatni úgy minden csapatnak a 1916-os román betörést Erdélybe, és nekünk egy terepasztalt kellett berendezni, ahogy a románok átjönnek, és úgymond átviszik az állatokat, meg a elfogott embereket Romániába. Én az auditív csoportban voltam, vagyis a hallás szerinti tanulás csoportjában, és mindig ez szerint kaptuk a feladatokat. Tehát ez szerint kellett megoldanunk a feladatokat.
és igen. Tehát neked ez az erősséged? Hát igen, a teszt szerint igen. A projekt harmadik, záró éve kezdődik majd szeptemberben. Néhány diákon kimondottan látszik, hogy a projektmunka az pozitívan hatott rám. Igazából még azon kell dolgoznunk, hogy mivel a gyerekek most már tudják, hogy milyen intelligencia típusba tartoznak, melyik a gyengeségeik, hogy minél több kollégát megnyerni arra, hogy a gyengébb területet erősíteni, illetve a jó területet kihasználni és pozitívan megerősíteni a diákot. Mikor az erdélyi találkozót előkészítettük, akkor gondolkodtunk az erdélyekkel, hogy a gyenge intelligenciája szerint kerül a gyerekcsoportba, vagy a legerősebb szerint, és úgy gondoltuk, hogy először is kerül a legerősebb szerint, mert ez meg fogja erősíteni. Már amúgy is kihívás, hogy nemzetközi csapatba kell dolgozni, angolul, franciául kommunikálni, és ha sikerélményben nem lesz része, akkor lehet, hogy a következő évi tevékenységünk nem lesz olyan hatásos. Pitó Katalin elmondta, szeretnének még több diákot bevonni a tevékenységekbe, segítve ezzel az iskolai nehézségek, konfliktusok kezelését. Pályaválasztási napot tartottak a Gyurács Ferenc Evangélikus Általános Iskolában. Az intézmény egy országos tehetséggondozó programhoz csatlakozva szervezte meg a programot. Délelőtt az iskola egykori diákjai tartottak előadásokat az általuk választott hivatásról és válaszoltak a diákok kérdéseire. A pályaorientációs program részeként délután a gyurácosok számára szakmai látogatásokat szerveztek. Nagyon szerencsések vagytok, hogy ebbe az iskolába járhattok, hiszen itt nem csak szellemi és fizikai épüléssel lehettek többek, hanem lelkiekben is gazdagabbak lehettek. Mondta Böröcki Borbála, aki védőnő lesz, és ő is egykor gyurácos diák volt, épp úgy, mint a többi előadó. Az a célunk, hogy a gyerekeknek élményszerűen mutassuk meg ezeket a szakmákat, és minél közelebb hozzuk olyan emberek által, akik ezt hitelesen tudják elmondani. Illés Nikol pénzügyi vonalon tanult tovább, Sárközi Gergely református lelkész. Ők is személyes példájukon keresztül mutatták behivatásukat. Talán úgy lehet a legkönnyebben közelebb vinni hozzájuk ezt az egészet, hogyha látják a saját élő példát. Tehát nem tankönyvi példákat hozok, hanem itt állok, úgyhogy mint nem tankönyvi példa, és talán így lesz a legegyszerűbb. Azt gondolom, hogy aki érzi magában az elhívást, az talán örömmel hallgatja azt, hogy hogyan jutott el valaki odáig, hogy végül is aztán a lelkészi hivatást válaszza, vagy hát pontosítsunk, akkor igent mondjon erre az isteni elhívásra. És hát most az a cél, erről szeretnék beszélni majd a fiatalok előtt, hogy hogyan, ugye innen, hogyan indultam középiskolában, milyen indítatás kaptam, és az hogyan fejlődött ki végül a teológián. Palágyi Ákos egy évet töltött Angliában, ő a diakóniai szolgálatról mesélt, az önkéntességről, s amit az adhat. Én Londonban voltam, ott egy külső kerületben dolgoztam, a helyi katolikus egyházkerület szárnyai alatt, és katolikus fiatalokkal dolgoztunk, akik 10 és 18 év közötték egyházi iskolába járnak, és nekik szerveztünk különböző szabadidős programokat. Általában ezért elég nehéz egy évet kint tölteni szülők, barátok nélkül, egyből érettségi után elég fiatalom, de hogyha ezt az ember végigviszi, akkor ezek mindig értékes tapasztalatok, és úgy utána az egyetemi tanulmányokat is könnyebbé teszi, mert van egy ilyen közvetlen munkatapasztalata, ami segít abban, hogy megéri dolgozni, és hogy hogyan dolgozzon, és hogy segít elhatározni, hogy az ember végül is mit szeretne kezdeni az életével. Nekem hitben adott rengeteget, meg abban, hogy céltudatosabb és kitartóbb legyek, ami rettentő nehéz volt, hogy a családomtól, Magyarországtól és a barátaimtól távol voltam. Én egyébként mindenkinek ajánlanám, szóval szerintem külföldre érdemes elmenni, tapasztalatot szerezni, megismerni egy kicsit a világot, megtanulni egy idegen nyelvet, azt jól használni, és ez szerintem mindenkinek segít, hogy érettebb és komolyabb felnőtt legyen. Böröcki András mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök lesz. Ahogy mondta, a Gyurácsban megkapta a kellő alapokat. Én szerencsés helyzetben voltam, már általános iskoláskorom óta tudom, hogy ezt szeretnék lenni majd egyszer.
apukám révén egy családi gazdálkodó, és így adott volt nekem ez a terület, hogy a mezőgazdaságban tanuljak. És hát már az általános iskolában megkaptam azokat a matematikai és fizikai alapokat, amivel hát egy mérnöki diplomát úgy érzem, hogy meg tudtam szeretni, meg is szerettették velem, és így hát egyértelmű volt ez a döntés. Remélem tudok pár olyan dolgot mondani a fiataloknak, ami felkelti az érdeklődésüket a mérnöki szakkal kapcsolatban. Kiknek ajánlaná ezt a szakot, ezt az ágazatot? Elsősorban azoknak ajánlanám, akik matekból és fizikából otthonosan mozognak a témában, és szerintem nagyon fontos dolog, hogy értsék, amit tanulnak, ne csak bemagolják, megtanulják, hanem lássanak a dolgok mögé, és így, hát így játszva tanulás lesz könnyedén, megértik a dolgokat, és hát így szerintem sokkal egyszerűbb lesz, nekik ajánlanám elsősorban. A diploma megszerzése után mik a tervei? Az alapszakos diploma megszerzése után mindenképp szeretnék egy mesterszakos diplomát is szerezni. Utána pár évig kipróbálni magamat a szakmában, és hosszú távon pedig a családi gazdálkodást szeretném továbbvinni. Délután aztán a 6., 7. és 8. osztályos diákok ellátogattak a polgármesteri hivatal műszaki osztályára, a bíróságra és a szennyvíztelepre is, hogy néhány hivatással közelebbről is megismerkedjenek.